Ismerős dallamokkal indult a szombat délutáni nótaest Jászladányon. Az idei esemény rendhagyó volt, ugyanis a magyar nótákon és az örökzöld melódiákon kívül új műfajban is csendültek fel dallamok Rácz Aladár és zenekara kíséretében. A korábbi években az volt a jellemző, hogy kimondottan csak nótákat énekeltek az énekesek, és tavaly egy kis ízelítőt kaptak a táncdalból, úgyhogy most úgy a szervezők úgy gondoltak, hogy az lenne a legcélszerűbb, hogyha a nótán túl a táncdal, illetve az operett is kapna egy kis szerepet. A különleges esten felléptek a Szolnok Televízió zenés műsorainak felfedezettjei is. Tóth Mácsai Árpádot, az egyik ötletgazdát, a nóta szeretete mellett a faluban élő emberek is ösztönözték. Az énekes ugyanis nem csak hallgatni szereti a dalokat, hanem énekelni is. Szerette volna, ha minél többen részesei lehetnének a muzsika adta örömöknek. Most 7. alkalommal szervezzük meg, de a Szolnok TV nóta versenyében döntőig jutottunk, valamennyi énekes, több nyertes is van közöttünk, és évről évre megszervezzük ezt a nóta műsort. Bárkányi Adriana, Szolnok Televízió nóta versenyének második helyezettje elmondta, élete a zene, ezért folyamatosan képzi magát. Ez gyerekkorom óta megvan, erről egy mondatban nem tudnék beszélni, ez egy nagyon nagy szerete. Nagyon szeretem a magyar nótát, az operetteket, a musicaleket, és hát ez innen jött. A nóta esten több mint 200-an voltak kíváncsiak a fellépőkre, a program a helyi összefogást és a közösségek erősítését szolgálta.